Rakásokba rendezve sorakozik a tűzifa a Gemenci erdőgazdaság egyik telephelyén. Tüzelési célra az utóbbi időben a kemény lombos fafajokon túl a lágy lombos fafajokat is vásárolja a lakosság. A fenyő iránt viszont kisebb a kereslet, mert füsttől kormol. A legkedveltebb tüzelőanyagokat tölgy, cserkőr is, akác, bükk, fafajok. Az előttünk látható sarangban kőr is tűzifát látunk. Ez néhány hetes szín alatti tárolás után kiválóan alkalmas lesz tüzelési célra. Ezt kandallókban, vegyes tüzelési kazánokban is ragyogóan tudják hasznosítani a fogyasztók. Nem mindegy azonban, hogy hol szerezzük be a fűtéshez valót. Tavaly februárban például az ellenőrzött internetes tűzifa hirdetések mintegy 70%-ának törlését kezdeményezte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, mivel az áru vélhetően illegális eredetű volt, vagy azt a vásárlók megkárosításával próbálták eladni. Én célszerűnek tartom minden hirdetésnek utána járni, mennyire komoly, mennyire megbízható annak tartalma, de ezen felül én ezeket nem minősíteném. Azt javasolnám mindenkinek, hogy lehetőség szerint bejegyzett erdőgazdálkodótól vásárolja meg téli tüzelőjét, akik megfelelő a jogszabályokban előírt szállítójeggyel látják el a szállítmányt. A lakosság az erdőgazdaság különböző rakodóhelyein vagy a tűzéptelepeken vásárolhatja meg a szükséges mennyiséget, ahol megfelelő mérési és ellenőrzési lehetőségek állnak rendelkezésre. Aki tehette, már a hideg beállta előtt megvette a fát, mondta az egyik bajai tűzépvezetője. A szezonban érkezők igényeinek már nehezebb megfelelni. Száraz fát szeretnének, illetve sokan kisebb mennyiségeket visznek. Fűtőérték szempontjából is érdemes megfontolni, mit választunk. Tölgy, gyertyán, bükk, akác. Így vannak a fát, és végén a nyára a sor végén, már ezek között a fák között, ahol bükk és tölgyerdő van, ott az akácfa az ugyanolyan szerepet játszik, mint itt mifelénk a nyár. A 30% nedvesség tartalmú fa már megfelelő, ekkor már lehet száraz tűzifaként hirdetni. A vásárlás után a tárolás is nagyban befolyásolja, hogy milyen lesz a fűtőértéke. A kímért tűzifa mellett a vágás területeken gyűjtésre is lehetőséget biztosít az erdőgazdaság, erről a honlapon található bővebb információ.